Üdvözlök mindenkit, ez itt a Don't Starve túlélési gyakorlat ismételten, és egy nap választ el minket a legújabb patch érkezésétől, úgyhogy szeretnék így felkészülni Wilson karakteremmel, hogy utána, ha kijön a patch, egyből bevethessem magam az élvezetekbe, és nektek prezentálhassam a barlangokat, illetve az oda érkező ősi biómot, ami most ugye az új nyalánkság lesz, de hogy elnéztem, elég kemény lesz a content, úgyhogy nem állt rá felkészülni, úgyhogy most így ezt fogjátok látni. Hát elsősorban most fát fogok vágni, van most már egy ilyen nagyon jó kis Starcaller botom. A favágáshoz viszont egy szekercen, vagy egy balta az nem árthat. Nézzük csak meg, hogy mit hol hagytam. Ajjaj, itt nem. Itt sincs, ide tettem a köveket. Itt sincs semmi, itt sincs. Jó, hát akkor arany kell. Azzal megkészítek magamnak aranycsákány. Tényleg annyi új cucc érkezik ebbe a patchbe, hogy majd csak győzzük őket össze rakni, meg felfedezni. Úgyhogy bőven lesz tartalom. Elnézést, csak közben a mikrofonom már egy kicsit így laza a mikrofonnak a zsinórja, vagy hát ez a vacak, amit a headseten tartja a mikrofont, aztán igazgatnom kell, mert így most így nagyon a szám alá esett. Szőnyeg. Rakjuk a szőnyeget gyorsan. Áj, itt a vasvilla. Ide leteszem azt a szőnyeget. Yeah, van szőnyegem! Helyes, helyes. Jó, vasvillát oda, és elmegyek szépen fát vágni. Esetleg egy faóriás is jöhetne, mert úgy fogytán van az élő farönköm. Nem tudom, most azt fogom csinálni, hogy próbálok nem elültetni új fákat egy darabig. Hát, ha úgy előjön a picike. Sőt, így már a 100. nap után egyből 3 fog jönni, szóval jó lesz. Hát mondjuk, nem itt a bázisom mellett kéne ezt így beizzítani, mondjuk az is igaz. Közben itt tele vagyok már ilyen csali növényekkel. Annyi van, mint a nyű. Jó, ezeket is kitúrjuk. Nagyszerű. Lesz annyi fa, mint a búcsúban. Bár hát nem biztos, hogy fa szokott lenni. Na mindegy, azért jól hangzott így ezt elmondani. Jó, van itt még farönk, kérem. Ami kiásható. Kis szőnyegecske. Nagyon jó. Meg elültetjük a magot. Ez is remek. Jó, és most tobozzal fogok fűteni. Kis tovas fűtéses, összkomfortos lakom. Jó, és még egy mag. Hát akkor ezt ide elültetjük. Nagyon jó. Meg kéne menni vadászni is. Ó, de van szörnyhúsom, remek. Egy szörnyhús, egy répa, egy ilyen izé, bogyó. Jó, és még egy répa. Legyen egy méz. Aztán ebből csak kijön valami jó. Kis répa. Tele vagyok répával. Lámpásomat is után kéne töltenem.
Chestert meg valamikor itt legyilkolták a közelmúltban. Valami ész a sisakom. Ezt is magamba tömöm. Hol van? Malártól, ezt eltesszük. Volt itt sehol ilyen tolta. Jól van, na hát akkor... Egy kaptár, két kaptár, három kaptár. Ne bántsatok, végyecskék! Ne bántsatok, végyecskék! Mézetek jó ügyet szolgál. Na jól van, lekoptak. Jó, sok mézem lesz nyárra. Jól van, akkor most... Lássuk csak át, ez jól jön, ezt kicseréljük. Jó, ez maradjon nálam a biztonság kedvéért. Jó, ezt a sok fa padlót, ezt ide betesszük. Kisbolta, hát talán még kellhet. Jó, meg a fegyver is. Lámpa az úgy mindig. Akkor még ezt visszatesszük. Jól van. No, hát akkor... jó, kaja. 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 Adjuk oda a madarunknak. Hát adjuk nekik jó magokat. Jó, kukorica. Patison. Patison. Patison az jó. Patison mindig jó. Nézést, kicsit be vagyok rekedve lehet. Na, hát akkor vissza fűvészkedni. És... 12 darab fűcsomóra lesz szükségem. Legyártsak magamnak 2 darab mellényt. Még, hát ilyen fapáncélt. És akkor azokkal már nyugodt szívvel lemerészkedek majd a barlangba. Illetve még kaját is gyűjtenem kell. Jó, meg vagyunk. Egy mellény, két mellény. Jól van, akkor a védelem is megvan oldva. Fő a védettség. És hova tettem? Ja igen, itt van varrókészlet, akkor ezt a sapkát kicsit megfoltozom, meg a mellényemet is. Nagyon jó. Horgászbolt, gyógyító bigyó. Azt amennyi kacat van itt, Jézusom. Jó, ezek a kövek, csavarkulcsok, egyéb extra bigyók. Nem tudom megvarni, jaj, de kár érte. Jól van, akkor még fegyver, meg kaja kell. Jó, a kaját azt megoldjuk. Jó, ide meg. Megnézzük a háti tatyót. Jó, a háti tatyóba szükségem van oda a mellénykére. Egy fa ruha, két fa ruha. Ezt a vackot itt ledobom, mert erre nincs szükség, itt a farkas fog mellé. Kőre sincs most szükség. A malac végtagokat meg így betesszük a ládába. Nagyon jó. Akkor már csak a kaját kell biztosítani. Jó, hát szerintem főzök még ilyen szörnypörköltet. Ez
köszön Husiból. És akkor úgyis van dögivel mézem, akkor ezt itt hozzátesszük. Na és nézzük körbe, hát talán fárnira utaló nyomokat. Mi ez a robaj? Nem tudom, hallottatok-e, de volt valami robaj. Mint a szél fújt volna, vagy nem tudom, ilyen hatalmas nagy csorda marha rohant volna felém. Na, Fáni, merre vagy? Hello! Hát valahogy csak bead egy Fáni túrást. Nem de? Aztán majd az is lehet, hogy kerítek már egy újabb, vagy egy, mi ez? Egy ilyen, radart, vagy mi a túrót, és akkor azzal csinálok magamnak egy, ilyen portál kütyüt, és akkor azzal már fogok tudni menni másik földre, vagy hát akkor így reszetálhatom a világot gyakorlatilag, mert akkor így kikerülök innen, és akkor egy vadi új területen kezdhetek újat. Ja, hát hülye vagyok, hát bányászlámpát akarok még szedni. Az vagy nem, ilyen fejlámpát. Ennek sokkal több értelme van. Na, nézzük ide a barlangba. Most nem emlékszem már pontosan, hogy itt hogy nézett ki a terep. Aha. Hát nem túl barátságos, ami azt illeti. Akkor nézzünk egy barátságosabbat. Ugye kijönnek a denevérek is. A pingvinek nyomai. Kis trágyával kombinálva. Van egy barlang lejárat, meg itt van egy. Hát ezt kéne megnézzem. Lehet. Hát fűcsomók vannak. Jó, kaja kell mindenképp. Sok. De ebbe a sötétbe így már nem fogok tudni nagyon navigálni. Így meg kell várjam a holnapi napot. Közben a szakállam is serken. Yeah. Férfias borosta. Pók. Jó, ez meg itt már a bázisom. Ó, és itt a hami. Jó, ezt szerintem be is termelem. Rakok a tűzre. És főzőcskézek tovább. Szörny Husiból. Hát... ahogy a mondás tartja, szegény ember abban főz, amivel van. Vagy amivel tud. Ó... sárkánygyümölcs. Ez annyira nem jó. Ez kvázi az egyetlen olyan gyümölcs, amit így magában nem célszerű betolni. Kész van már. Hello. Ó, hallom, kikelt valami. Vagy hát egyre több minden. Jó, menjünk ütetni.
Ja, de... És megeszi. Jó, most ültessünk sok tököt. És még a sárkánygyümölcsöt is meg akarom sütni. Jó, ezt megtrágyázzuk itt a földet. Úgyhogy egy kicsit kezd elszürkülni, akkor érdemes megtrágyázni, hogy ismét termékeny legyen. Hát minél több ilyen gyümölcsöt, vagy dolgot termelünk ki rajta, annál valószínűbb, hogy szép lassan ugye terméket lenné vár majd a föld, de ezt nagyon könnyen lehet orvosolni. Na most, több föld. Oda, ide. Ezt is még beketettem a madárral még egy körre. Ó, nagyon jó. Majdnem dupla annyit tojt. Mert akkor a magtáram, ez itt a magtár. Gránátalmát is jobb lesz hamarosan elültessem, mert meg fog romlani még itt nekem. Jól van, na menjünk délre, hát arra van fánitúrás, vagy akkor elkezdek tovább fát vágni, hát hogy jönnek faóriások. Yeah! Fáni nyom? Nem is volt messze. Na, a fániról annyit lehet tudni egyébként, hogy mindig egy képernyőnyi távolságra van, egy bő képernyőnyi távolságra a következő nyom, tehát amint így kiért a képernyőtökből a nyom, akkor már kereshetitek, mert látnotok kell az ujjat. Úgyhogy ez most egy ilyen kis villámtutoriál volt, remélem, hogy hasznosnak találtátok. Mert nagyban megkönnyítheti a fáni nyomra való bukkanást. Trekkeljük fánit. Jó, és most itt kell legyen valahol. Á, itt is van. Ja, ezért lepkehálót akartam csinálni tényleg, ezt el ne felejtsem. De most így fánit muszáj levadászni, kell a húsa. Meg úgy mindene. Szőrös tű, bőrös tű. Jé, mennyi méhecske. Jó messze kóborolt fáni, azt hozzá kell tegyem. Na, itt egy túrás. Jó, meg vagy fáni. Ne jegy meg. Nem bánta bácsi. Egy, kettő, három. El. Egy, kettő, három, négy, öt. El. Ó, oh, ez benézte, 2-3. Na mindegy. Siker! A lényeg az, hogy maximálisan 5-öt lehet beleütni, aztán egy kicsit arrébb kell menni, mert akkor fog támadni. Hát nem baj. De egy ütés, ez 9%-ot levett. Azért fáni üt, mint az ipari áram. Ezt hozzá kell tegyem. Vágjunk egy kis fát, hát ha jön fog, vagy ezt az erdőbe kéne. Bár itt is elég sűrű az erdő, de... Hát... Na, lepke háló. Na jó, leírtjuk a kókokat. Hát, hogyha lesz ilyen gyógyító, akármi. Na, és belemegyek a karapásába. Á. Három ilyen harcos dög. Na megálljatok, jövök én.
a rák, egy gyilkos mé. Na, majd mehetek a bocsárba ilyen csápokért is már. Ezzel meg mi történt? Ez harmadik szintű volt. Ekkora cheatet. Na jó. Vissza a bázisra. Ja, hogy kérem, oh, bocs. Azt nem hiszem el. Na nem baj, akkor ezt itt megjegyezzük, hogy itt délen van egy pók királynő. Jól jöhet még ínséges időkre. Mit akartam csinálni? Ja, egy ilyen mad, vagy ilyen akármit. Na, izé, tudjátok. Ez már rovarfogót. Van minden hozzávaló, király. Jó, és ezzel fogok magamnak Szent János bogarat. Már ha tudok. Egy Szent János bogár. Jó, na nem árt most már a bázis felé venni az utat, mert itt még rámesteledik, aztán így éjszaka megtámad az a dög. Kíváncsi leszek, hogy azt valaha fel fogják-e fedni, vagy lesz-e lehetőség rá, hogy megöljük, vagy valami. Egy olvasgattam fórumokon olyan javaslatokat, hogy így valami tárgyat össze kelljen rakni, de valami elég durva holmikkal, és akkor láthatóvá válik. Cukor! Tekerjünk magunkon. Jó, a legjobb cucc az 3 hús. És valami egyéb. Abból ugye a húsragú elkészül, és az úgy elég durva. Fáni ormányt ezt megsütöm. Nyomi! No, hát akkor még a szörnyhúst is magamhoz veszem. Meg akkor a répákat is. Meg ezt is. Na, akkor most egy ilyen sütögetős est. 1, 2, 3, és adjunk hozzá egy répát. Közben megcsinálom, amíg sül a kalapot. Föl se fedeztem potor módon. Na, már is van egy bányászlámpám. Nagyszerű, itt a második adag. Jó, és így van a harmadik adag is. Szörnyhúsból mindig jóval több van, mint bármilyen más húsból. Jó, ezt a lecsót bevágom a hűtőbe. Ezt meg elbetolom én. Ó, és itt a harmadik is nagyon jó. Ehhez vagy csak nemes egyszerűséggel nézet adagolok. De jó sok tököm van. Nem félreérteni. Kezd egészen jól kinézni a hűtőn.
tárolt valahol betölt, betesszük. Ide. Sincs. Á, itt vannak. Akkor ide. Mézes húsi, nyami, nyami. Jó, és ezt az egyszerű húst meg megsütjük valami másnak. Ja, ültetni akartam. Jó, és ezt is elültetem, akkor végre miatt megromlik. Kis gazdaság. Jó, még a mocsárba kéne elmennem akkor ilyen vacak akármiért. Chester még nem tért magához, ahogy nézem. De meg is jött. Hello, főnök. Üres, nem baj. Akkor elmegyek ebbe a kis sűrű erdőbe, hát ha itt lesz akció. Közben leég egy pár fa. Esetleg útközben még egy fáninyomot találok. Az úgy nem lenne rossz. Akkor így tényleg annyi húsom lenne, hogy nem érhet. Oh, hello! Fáninyom 2! De itt az erdőben a barna talajon, ez így nem lesz jó. Itt a fák is kitakarhatják. Meg ugye a barnán a barnát, barna alapon barnát nehezebb észrevenni. Jól van. Reméljük, hogy nem kell mások nyomot lekövetnem. Na, hol is volt? Aj, elvesztettem a nyomot. Ja igen, ott van a nyom. És akkor a képernyő széle. Jó, itt kell legyen. Valahol. Á, megvan. Közben malacék küzdelmes életének lehetünk szemtanúi. Ojé. Hoppá! Ne bánts! Vagy különben baj lesz. Jó, disznók. Hát bocsi, malac. Jó, délre lesz fáni. Gyorsan, mert mindjárt esteledik. A mocsárban lesz fáni, vajon? Aj, de jó, rám esteledik. Gyerünk, gyorsan meg kell találjam. Jó, valahol itt kellene legyen a nyom. Jó, megvan. Már nem lehet messze. Jó, valahol itt kell legyen a következő. Megvan. Ah, és éjszakra a pókok felé pont. Aj, ne már. Fáni, te csak szopadsz. Jaj, kössetek belém még, jó van. Jó, itt kell legyen. Aj, és pont a pókosba jött. Na, majd a
akkor bányászlámpát használatba veszem. Na ez a sok pók. Fáni, fáni. Legalább visszatakarodhatnának már a helyükre. Na jó, akkor vágjunk fát. Esti favágás. Nincs is annál jó. Még egy-két fát, így leaprítok, és már is jobb lesz minden. Aztán hát, hogy jön egy fa óriás. Nem is ültetek semmit újra. Úgy is erdőirtást tartok. Fakifejtés, fakitermelés. Ja igen, erre. Jó, itt bunyó van a pókokkal. Nagyszerű. Ó, valahogy itt kell legyen a fáni nyom. Á, megvan, ott van a kis komisz. Uaj, te is a legjobb kor jössz. Hát ezért a fánért meg kell szenvedni. A biztonság kedvéért. Jó, közelben van. Remek, meg lesz fáni. Igen, ott is van. Jó, na. Fánika, gyere szépen, nem bántalak annyira. 1, 2, 3, 4. Au. 1, 2, 3, 4. Áj, nem vagyok a formában. Nem baj. Hát a hátizsákom, nagyon jó, és most lesz helyem. Ó, remek. Na, és akkor most mehetünk vissza. Fele. Jól van. Ezt az felkészítő videót akkor hamarosan a végéhez közelítem. Már ha megtalálom a megfelelő pozíciót. Jó, ez volt az. Tehát holnap érkezik a patch. Én még majd elmegyek a mocsárba. Fegyverért, vagy valamit még legyártok magamnak mindenképp, hogy ha kell, akkor legyen. Ó, tele vagyunk pók királynővel is. Úgyhogy megköszönöm a figyelmeteket, és akkor találkozunk holnap, amikor már megkísérlem az új patchnek az újdonságait veletek együtt felfedezni, úgyhogy tartsatok holnap is velem a következő Don't Starve túlélési gyakorlaton. Sziasztok! Uh-huh.